Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatodd az és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbi valaki geográfus és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallax az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Ez a Parallax is 108. része. Filmünk a Russell Crowe által John Nash nagyhírű matematikust mutatja be, aki egy titokzatos megbízatást kap amiről, mint utóbb kiderül, csak saját elméje szüleménye, ugyanis hősünk paranoid schizofrén. Csak önfeláldozó felesége, aki Jennifer Connelly alakít, segíthet neki ebben a kívásokkal teli és érzelmileg fűtött életrajzi drámában. Köszönöm is mai beszélgető társaimat, először Varkóci Norbi. Szia Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Valamint Vince Miklós. Szia Miki! Sziasztok! Még mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, nagyon fontos felhívnunk a női hallgatóink figyelmét, hogy a Női Dimenziók című podcast műsorba keresünk műsorvezetőt. És ezért szeretnénk megkérni, hogyha valaki érzi magában a... Az erőt, a csít, az amit most, amit most, mi nem. nem. A párt hívó szavá. Igen. Tehát, hogyha valaki többet érez magában, mint hogyha csak egy podcast hallgató, akkor az nyugodtan írjon egy e-mailt a podcast, podcast emtv.hu-ra, és legyen műsorvezető. A feltétel ugye, hogy nő legyen. Na, tehát akkor ugye John Nash, aki egy matematikus, és hát akkor először is felkérném a Mikit, hogy mutassa már be, hogy, hogy ugye ez egy életrajzi dráma. Ugye ez egy életrajzi dráma, és hát azért ez egy nem kis nevű matematikus, mert hogyha jól tudom, akkor Nobel-díjat is kapott. Igazán van, Miki? Abszolút igazad van, amint ez a filmből is kiderül, spoiler, spoiler, de természetesen igaz a hír. Olyannyira igaz, hogy matematikus létére kapott Nobel-díjat, amit természetesen nem azt jelenti, hogy matematikából kapta a Nobel-díjat, mert tudva levő, hogy matematikából nincsen Nobel-díj, Ugye ennek változatos magyarázatok léteznek, hogy miért nincsen. Ezek többnyire a legendák tárgykörébe tartoznak. tény azonban, hogy nincsen. Alfred Nobel nem tartotta szükségesnek, hogy matematikai Nobel-díjat alapítson, és egyébként John Nash Valójában, ha nagyon szigorú akarok lenni, akkor nem is Nobel-díjas, hanem Alfred Nobel közgazdasági emlékdíjas. Ugyanis őt nem, nem, hogy nem matematikából, hanem közgazdaságtamból díjaztak, de Alfred Nobel egyébként közgazdasági Nobel-díjat sem alapított. Hanem egyébként emlékeim szerint, bár ezt a Nobel adásokon ennek mindig utána járok, és aztán évről évre elfelejtem, de valamikor a 60-as-70-es években kezdődött meg a az a, a svéd királyi banknak az a külön díja, amit közgazdasági nobel díjként ismerünk, teljes joggal egyébként, nyilván ez egy óriási nagy elismerés. Amiért viszont kapta, az a játékelméletben nyújtott hozzájárulása. de akkor rögtön említsük is meg, hogy nem egyed, a filmből egyáltalán nem derül ki, de nem egyedül kapta ő ezt a Nobel-díjat. Hát, például Harsányi János is ott Bizony, volt. Bizony, pontosan. Ugye hárman kapták meg, abból az egyik John Nash volt, és John von Harsányi, vagyis hát Harsányi János Budapesten született, és az 50-es években kivándorolt hazánk fia, és Reinhard Selten kapták meg, megosztva. Hát hogyha Naiman János életbe lett volna, aki lényegében az egyik megalapítója a játékelméletnek, akkor nyilvánvaló, hogy ő is a diazotta között lett volna, de hát ő már ezt nem élhette meg. Ő már korábban elhúnyt, úgyhogy ő nem lett nobel díjas egyike azoknak, akik bőven megérdemelték volna a magyar zsenik közül, hogy nobel kapjanak, de ő nem kapott. Hát ez lett volna az egyik lehetősége rá egyébként. De hát már túl későn jött. És a NES az valóban egy, hát egy a film az abban is helyesen mutatja be a dolgokat, hogy ő hát valóban egy skizofrén beteg volt, ami nagyon korán úrá lett. Tehát a matematikai eredményeket letermelte még a korában, és utána évtizedeken keresztül tartott tulajdonképpen az, amikor ő nem volt produktív, tudós, tehát egyébként a film az egy kicsit át is skippeli ezt a dolgot hogy mennyi ide, tehát hogy milyen arányban voltak, tehát néhány év munka volt, és akkor utána nagyon-nagyon sokáig volt, nagyon nagy szívás az ő élete, amint azt egyébként Szilvia Nazárnak a könyve tök jól be is mutatja, amiből a film készült, és azt én olvastam a könyvet is, sokkal több sztori van benne, mint a filmben, de az biztos, hogy valóban egy nagy matematikus volt, és az is biztos, hogy a NES egyensúly, mint koncepció min, az ilyen játékelméletekben, hogy milyen jó stratégiákkal lehet egyensúlyt elérni olyan mértelemben, hogy mindenki lehet, a lehető legjobban járjon egy ilyen alkudozási problémában, az egy nagyon hasznos eljárásnak bizonyult, és széles körben alkalmazzák a közgazdaságtanban, és a élet legrandomabb területein mind a mai napig akkor ez a win-win-win-win elmélet. Igen. Tehát hagyj hagy, hagy ragadjam magamhoz a szót még csak annak az erejéig, hogy mondjam nektek, hogy egyébként a hosszabb az jobb, és ez egy olyan parallaxis adás, aminek a vége az csak Patreon erőfizetőknek elérhető. Tehát ezért is jó minket támogatni. Na de, jön olyan kérdésem lenne... Ha, ha premier előtt akarják hallgatni a podcastot, az szintén, ugye... Ennek keveteik között. Természetesen, igen. igen. ezt az, Azért sem akartam mondani, mert azt gondoltam, hogy ez magától értetődő, de nem az, ezért ezt el kell mondani, hogy az exkluzív tartalmakért, a premier előtti tartalmakért, meg minden jóért támogassatok minket. Tehát egy olyan kérdésem lenne Norbihoz, hogy esetleg valami személyes élmény fűz téged a, a filmhez. Azért kérdezem, mert egyébként ezt ugye mindenkinek elmondhatom, hogy nővérem, egyébként pszichiáter, orvos, és amikor szakvizsgát tett ezelőtt, hát az már régebben volt, akkor konkrétan ezt a filmet neki meg kellett néznie. És emlékszem, hogy én akkor voltam ilyen középiskolás érettség előtt, és akkor együtt néztük meg vele. Tehát, hogy konkrétan ez a film, ez annyira jól bemutatja ezt a fajta paranoid, skizofrén személyiséget, meg hogy tehát, hogy konkrétan ezt az orvosi egyetemen is ajánlott neki, hogy ezt nézze meg. Ugye ezt a 2001-es filmről beszélünk, én ezt akkor biztosan nem láttam, csak évekkel később láttam először, és addig igazából John nash a története így nekem nem, nem volt meg, úgyhogy a film kapcsán olvasgattam én utána, hogy neki milyen, mi volt a munkássága, mert konkrétan tényleg a közgazdasági Nobel és a játék elmélet, hogy tényleg, hogy mit tett le az asztalra, és tényleg az, az a meglepő, meg, meglepő benne, hogy, hogy, hogy ezt az élet tényleg, amit Miki említette, hogy az élet mennyi, mennyi területén ezeket lehet alkalmazni. És per, persze van egy csomó sok példa, Eh, amin keresztül ezeket egyszerű módon elmagyarázzák, de tényleg a, a, ha, ha két ember között van, nem tudom, egy interakció, vagy bármilyen olyan kéréses dolog, ami ami döntésre vár, azok, azokra ezeket fel lehet húzni. Tehát eh, ilyen értelemben tényleg egy ilyen -egy egyetemes dolgot tett le az asztalra, és eh, nekem a casting. Okozott egy picit meglepetést, már csak abban a szempontból, hogy Russell Crowe karrierjét addig, hogyha valaki figyeli, mondjuk úgy sokan elsőnek a 2000-es, tehát ez egy évvel korábban megjelent gladiátort, szerintem azt, azt, elég sokan látták, és ott, is azért elég meggyőző alakítás de most ahhoz képest, ugye, hogy ott milyen karaktert, maximus uh, alakít, most ahhoz képest, hogy Jonas karaktere, hát ugye <laughs> elég, elég távol áll, úgyhogy uh, nem volt magától értetődő szerintem, hogy ő játssza a főzrepet, és ennek ellenére uh, tök jól, tök jól hozta szerintem. Ugye Russell Crowe az a színész, aki egyébként jogásznak tanult, vagy mi, és akkor úgy, hm. végül, úgy lett színész, hogy nem is színésznek készült teljesen, tehát így, így utólag lett színész. De ezt egyszer össze már, abban a filmben, amiben Miki, te összetévesztetted valakivel Russell Crowe-t. Gerald Butlerrel. Gerald Butlerrel, igen. Igen, csak hogy, ugye, mint kiderült, hogy ott nem Russell Crowe volt. Igen, ott nem Russell Crowe volt. De mégis megbeszéltük. Jó, oké. Okay. <laughs> ott ugye az volt, hogy én hittem azt, hogy ott van Russell Crowe. Én minden, mindenhol hallom, most vagyok Russell Crowe-kat látni. <laughs> ajaj, hát, ajaj, ajaj. És... <laughs> De most meg is kaptad. Most lehet. megkaptam egyébként, én nagyon szeretem a filmet, és viszont azt még el akarom mondani, hogy amikor én egyetemre jártam, akkor így kb. aki tanította nekünk az analízist, az pontosan úgy nézett ki, mint, a, mint ami ennek az idős Russell Crowe-t amikor, szobatársad... nem, amikor már kezd magára találni. Nem, amikor már... Szóval ah, kezdve... de már sosem találkozott vele, csak te. De nem, 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 nem várja, a tanárunk volt. Tehát, a, tehát a, nem, tehát ő 60 éves volt, vagy valami ilyesmi, tehát meg picik. 20 éves kis nyikhajók, akiket éppen bevezetést nyertünk az analízis rejtelmeibe, de, de teljesen ugyanaz a. a hát bi, nem biciklizgetett itt az egyetem udvarán, de ugyanaz a hajazat. Tehát tényleg tehát, tehát, tehát akkor jöttem erre, hogy, egy, hogy itt eltalálták ezek a filmkészítők, mert egy idősödő matematikus az tényleg így néz ki. Hát ez a, ez a kockázsgásingben lényeg szerintem alapvető. Igen, de a szemüveg is, a hajviselet is, teljes egészében látszik, hogy itt jó munkát végeztek, tényleg nem viccből jártak ott a Princetonra forgatni, hanem ott tényleg meg is figyelték, természetes élő környezetükben. Sőt, ráadásul ugye Nes kis látogatott a forgatásokra, és ott Rasszakró lenyilatkozta, hogy hogy próbálta a kis mimikáját, a kis testmozgát, testének ahogy, ahogy áll a kezét, ahogy mozgat, próbáltam minél jobban lemásolni és azonosulni vele. Igen, ugye a John Forbes Nash, ő 2015-ig élt egyébként, tehát még 14 évvel a film moziba kerülése után. És én meglepő módon, ezt tényleg nem tudtam, csak amikor készültem a podcastre, hogy, hogy egy baleset, egy autó balesetbe tragikus körülményekezett hunyt el 85 évesen, hogy említetted. Hát ez, ez tényleg így, úristen, tehát hogy így, nem, nem, hát én arra számítottam, hogy úgymond, hát természetes körülmények között volt szíves, és kiderült, hogy autó belesett be a feleségével együtt. <hállal> Elképesztő. És egyébként meg Harsányi viszont meg Alzheimerben halt meg 2000-ben. Na, most ezt csak úgy hozzáteszem. Szóval érdekes egyébként, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy vicces, hogy, hogy. Hát, már vicces, szóval az élet furcsa fintora ez az egész. És 85. De a Harsányi életkorban kb. ott volt, mint. Igen, nagyjából igen, és Na mindjárt, ki, mindjárt kiderítem, de az a helyzet, hogy a Nestről ugye azt tudni vélem, hogy ő 1928-ban született. A Harsányi is ugye a 20-as években csak nem vagyok 20 biztos. 20, 28 Hú... évvel volt idősebb, igen aha, igen. aha, igen, igen, igen. Ő is szépkor me megélt, szóval. Hát igen, annak ellenére nem volt egyszerű, mert például a holokauszt idején bújtatni kellett, akkor itt a Horánszki utcában a jezsuitáknál bújtatták. Ott van is egy emléktáblája egyébként, hogy a Harsányi ott, ott volt bújtatva. Annak persze egyébként vallását tekintve, Harsányi egyébként bigott katonikus volt, tehát aztán utána meg ateistává vált, és de, de érdekes érdekes fickó volt ő is, de hát róla nem készült film, sőt, a filmben egyébként teljesen úgy tűnik, mint hogyha a Nes egyedül kapná meg ezt a Nobel-díjat, tehát ott a magyar kis szívünk azért kicsit persze összerándul, de persze érthető, hogy azért hollywoodi szemszögből azért nem lehet mindent elmesélni, így is rengeteg mindent kellett összetömbösíteni, meg rengeteg minden nem kerülhetett be a filmbe, nem kerülhetett bele, hogy az igazi Nesnek voltak olyan flessei is, hogy földönkívüliek kell kommunikált, meg földön látogatták be. Szintén nagyon okosan nem került be a filmbe, hogy voltak neki antiszemita összeesküvés témái is, szép számmal, tehát hogy nyilván itt szemezgettek azért az életútból, de szerintem nagyon jól megtalálták ezeket a dolgokat, és nem is azt mondom, hogy egy, hogy egy marha reprezentatív képe lett ez a John -nek, az igazi John Nash mint ahogy az Ellen Turingos filmnél is azt kellett mondani, hogy hát jé, de érdekes, hát azért Tök jó film, marha jó film, nem százszázalékosan pozitív reprezentációja messze, nem hogy például ezek az emberek mit csináltak ott. Most itt viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy az a kevés szó, ami a matekról esik a filmben, meg amíg hogy megpróbálják elmagyarázni itt a nes a lényegét, meg a, az tök jó. Tehát szerintem az, az, az nem túl részletes, nyilván, de helyén van nekem tökre tetszett ez is. Ha, ha már pontatlanság és a nobel díj akkor csak egy tényleg apróság, és érthető, hogy miért tették bele a filmet, de ez a beszéd a nobel diát átvételekor az a beszéd ja. sem, sem hangzott el, és hogy a filmbe talán a feleségének ajánlja a díjat, hogy ez így, ez így, nem, ez így nem történt meg. Ilyen meg. nincs. Tehát aki látott már nobel díját adott, az tudja, hogy ott ez, 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 nem, így, nem így zajlik egy ilyen. Tehát ez egy, ez egy Hollywood Ez egy Oscar átadó volt a filmben igen, körülbelül. Igen, kábé. igen, igen. Igen. tehát akkor azt mondod, hogy nekem egyébként nagyon, sokszor jutott eszembe a, a Turingos film, miközben ezt néztem, most újra, akkor azt mondod, hogy ez úgy fedi a valóságot nagy részt. De egyébként ezek Hát a... most én azt én nem merem teljesen... Tehát, na, szóval a könyvet én olvastam, ami fedi a Szilvia Nazár könyvét, de az rég volt. Rég volt. Tehát azért azt látszik, hogy, hogy maga a betegség kifejlődésének a történetéről arra már nem emlékszem, hogy mennyire realisztikus. Sajnos most nem volt időm újraolvasni. Amire mondom, hogy, hogy elég jól elkapták, az a, egyrészt a feelingje az egész matematikusságnak, meg, meg szerintem, mondom én, aki nem vagyok matematikus, de hogy én ezt ilyesminek képzelem azokat a heuréka pillanatokat, azok például szerintem nagyon jól meg vannak csinálva, illetve az, az, a, az a nagyon kevés néhány szó, amiben elmondják az eredményt, az szerintem olyan jó. Tehát ez olyan hihetőnek tűnt. Szerintem. És mondjuk azt a ne segyen súlyt, azt tanítom, úgyhogy azt, azt, azt merem állítani, hogy ami ottan elhangzik, az úgy oké. Okay. Igen, ez a rész rendben van, viszont én arra akartam inkább rákérdezni, ugye történik ott ez a ez a híres jelenet, amikor kidobja az asztalát. Ugye elvileg a szobatársa, aztán kiderül, hogy ő nem létezik, tehát nagy valószínűséggel az az asztal az, az John Nash által került kidobásra az ablakon. És hogy ez vajon megtörtént-e? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én nem tudom, erre a könyvből sem emlékszem, hogy ez benne lett volna. Úgyhogy nem tudom. azt, azt nem én tudom. Én sem. De vannak olyan kis szövegek, amik úgy, olyan csak úgy bele vannak szúrva, azt hiszed, hogy ezt csak a film kedvéért rakták be, és kiderül, hogy igaz. Például, amikor van az, hogy a Nash az kéri, hogy egy találkozó, hogy, hogy kérem szervezzen még egy találkozót Einstein-nel. Csak néztem, hogy mi a franc. Ugye Einsteinről tudjuk, hogy ő is a Princetonnál nem az egyetemen, hanem az egyetem mellett levő Institute for Advanced Study-ban kutatott, az ugye lényegesen különbözik az egyetemtől, nekik ott semmi kötelezettségük nem volt, tehát ők ott el voltak, kb. konkrétan egy elefántcsont helyen azt csináltak, amit akartak, ugye ez, né, ezeket a nagy kóponyákat, akiket így összegyűjtöttek. És ezért olyan hihetetlennek tűnt, hogy most a NES az tényleg az einstein aki egy fizikus, egy matematikus, az miért akarna einstein konzultálni, de ez tényleg megtörtént, és az einstein jól szót értett a NES. Ami fura, és viszont az is vicces, hogy Naimannal, akiről eml akit emlegettem, John von Naiman, vagy a Naiman János, aki joggal nevezhetünk szerintem a modern matematikai játékelmélet megalapítójának, ami konkrétan a tárgy területe volt a John nash -nek. ők nagyon nem jöttek ki, mert akkor még 20 éves, nem fiatal volt a, a Nash, a Naiman, az már, már, akkor is valószínűleg nagyon furán viselkedett a csávó, és, és nem értettek szót. Tehát, hogy erről van sztori, hogy ők találkoztak, és, és, és nem nem, nem, nagyon jött, nem nagyon jöttek ki egymással, úgyhogy nem is nagyon próbálkoztak újra, ami furcsa tényleg, mert a Naiman tényleg úton útfélen úgy tűnik, hogy mindenkivel szót éltet, de valahogy nagyon zavarhatta ez a, ez a srác. Aki valószínűleg már akkor is fura volt, amikor még nem jött ki rajta teljes egészében a skizofrénia. Tehát aki már a, a matematikus szakon is nagyon kirívóan fura, az tényleg fura. Ugye van ez a titokzatos megbizatás, amiben ez a fekete öltönyös kalapos ö, úriember ö, szervezi úgymond John Nest. Foglaljátok már össze pontosan nekem, hogy mit is kellett, csin hogy csináljon? Tehát mi volt az ő feladata ebben a megbizatásban? Hát ugye, igen, ugye ez a kiváló Ed Harris játszotta, őt mindig, mindig szeretjük látni, és szerintem mindig jól hozza ezeket a, ezeket a ö, karaktereket. Ugye nem véletlen, ugye az a Ron Howard rendezte ezt a filmet is, amit például, hogy az Apollo 13-at, amiben szintén ugye Ed Harris ö, ott volt, de még a Da Vinci kódot is ez lehet kötni, úgyhogy úgymond be, bejárt a színésze, és hát ö, igen, beszervezi be Nest, végül is egy ilyen titkos kormány megbízatás, és akkor nyilván itt az időpont az ugye nagyon fontos, 50-es évek Amerika, hidegháború eleje és hát legintenzívebb része is, és, és megkártizmus, amit ugye az Oppenheimer kapcsán is már említettünk, mindenhol kommunista orosz kémek voltak, vagy legalábbis ugye elsejtették és üldözték őket, és ugye felkérik, hogy mint mint az egyik legjobb kódfejtő az országban, hogy, hogy találjon ö, feltételezések szerint ugye a, a hírlapokba, az újságokba üzengetnek egymásnak kódnyelven, ezért az összes újságot, én nem tudom, meg kell venni, és minden oldal, minden számát át kell nyárazni, és kódok után kutatni. Most itt két dolog. Az egyik, hogy ugye van az ominózus első jelenet, amikor ö, ő feltör egy kódot, amikor beviszik egy egy bizonyos terembe, és akkor ott ö, talán a végén földrajzi koordináták lesznek, úgymond a megoldások, hogy mi mik azok, amiket bombázni, terveznek, szóval potenciális célpontok, és akkor ott a földrajzi koordinátákat megfejti, csak úgy, hogy áll gyakorlatilag a, a számok előtt, nem tudom, órákon keresztül, a, és ebben nem voltam biztos, de ez valószínűsítető, ez még, ennek még semmi köze az ő betegségéhez, akkor valószínűleg tényleg ö, volt ilyen, hogy felkérték egy ilyen kódfejtés, ugye az az első jelenet, amikor megpillantja ott az, egy emeleti ablakba ilyen nagyon sejtelmesen ezt az ezt a Ed karakterét, hogy később kiderül, hogy ő nem létezik, és utána kérik fel ugye erre a munkára. És az első beszélgetés is nagyon beszédes, hogy Miért beszélget, leülnek egy asztallal egymással szemben, és akkor ott elkezdődik, hogy oké, okay, de miért, meg miért én, és akkor ott mondja neki, hogy hát mert maga az egyik legjobb elme, aki vagy a legjobb kódfejtő, akit csak ismernek, és akkor szerintem egy picit így a saját egójára is ez rájátszik. Az első beszélgetésben is, amikor a kollégáival van az a, van az, az ünnepség, hogy éppen nem tudom, ott diplomáztak, vagy valamilyen kiskerti parti van, és akkor ott is, tehát látszódik rajta, hogy igen, kicsit fura, egy kicsit nem annyira jól mozog ilyen szociális körökbe, de de hogy így a saját egója is egy kicsit, ezt így szerintem így ez így, nem azt mondom, hogy ez a kiindulás, csak ez, ez így még jobban fel, felnagyítja ezeket a dolgokat. És hát ugye igen, ez a, ez a hát nem is tudom fura az egészben, hogy ugye gyakorlatilag az elmélyen a tudatalattia olyan, olyan Kódokat, meg matik matematikai problémákat ö, talál ki, meg fedez fel, amiket amik nem, nem léteznek. És ugye ezt is ismerjük, hogy ha, ha valamit nagyon-nagyon akarunk keresni, ez a tipikus kalapács és a, és a szeg eset, hogy ha van nálunk, akkor mindent szeg szegnek nézünk hogyha mindenhol nézzük, akkor egyszer valamilyen, valamilyen ö, ö, mintát fogunk találni bármiben is, és hát nyilván, hogyha valaki erre hajlamos, vagy olyan betegsége, akkor ez, akkor ez nehéz. Hát ez iszonyatosan, iszonyatosan, felerősödik, és ez, ezért nagyon jó a film, mert iszonyatosan jó bemutatja, hogy ha figyeltétek, ugye van, vannak ezek az ominózus jelenetek, amikor így, úgymond csajozni próbál. A, az egyetemen. És hogy ott is annyira jó átjön, hogy általában ezek az emberek, akik ilyen szintű uh, szkizofréniával szenvednek, ők egyébként, hát jó, most ezt, azt is lehet mondani, hogy ő zseni, de hogy ez, a, ez az emberi kapcsolatok, tehát az EQ úgymond, az, 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 az érzelmi intelligencia olyan szinten fejletlen, hogy jó, oda megy a lányhoz, és akkor első kérdése, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy minél előbb közösülhessenek. De mégis összejön egy nagyon szép színésznő, mint már mondtam, ugye Jennifer Connelly által alakított feleségével, akit úgy hívnak, hogy? Alicia. Alisa? Alisa. Vagy nem tudom, ezt kérdezem. Igen, én én kérdezem, is kérdezem, mert most hirtelen nem igen. jutott eszembe. De... Kedésszer hangzik el a neve egyébként, tényleg. Igen. Al Alisia. Igen, igen, igen. Elis, igen. igen. Szóval... Igen, ugye ez tényleg nagyon érdekes, hogy hogy lehetett, és ez, ez tök jól kijön a filmben, hogy hogy, lehet az, hogy, hogy az, hogy a csávó -e teljesen be van már kattanva, valószínűleg évtizedekig észrevétlen maradhatott, vagy legalábbis évekig biztosan. Ugye ez a három tényező, amiről, amit mindketten mondhatok, hogy egyrészt ugye nagyon sok egy egyedül volt. Tehát ő egyedül volt. Tehát, hogy nem, nem volt barátnője tök sokáig. Az a film ott ugrik egyet, de hát ott éveken kerül, tehát végig, amiközben ő egyetemre járt, meg poszt, meg, meg doktorizott, meg ilyesmi, akkor közben ugye neki nem volt csaja. Ugye a film azt jól mutatja be, hogy azt ő a feleségét ma már ugye eléggé elítélendő módon az egyetemi hallgatói közül szedte össze. Volt ez, hogy eleve egyedül volt a csávó, alig voltak barátai, aztán matematikus volt, igen, gyakran csodabogárnak tekintették ezeket az embereket, aztán ráadásul eleve olyan projektekbe kapcsolódtak be, tényleg ott a, Nor a Norman Wiener féle laboratóriumban, aki egy nagy matematikus volt, meg hát tényleg a kibernetika atya, meg a számítógépes matematika atya, és a hidegháború nagy matematikusa, a Nor Norbert, Norbert Wiener által alapított laboratóriumban dolgoztak ezek, ami tényleg védelmi kutatásokat csinált, tehát tényleg titkos dolgokkal foglalkoztak, és ráadásul ugye az általános paranója, ami benne volt a társadalomban, amit Norbi jól emlegetett, ez a McCarthy korszak, ez mind-mind összejátszottak azért, hogy, ez, hogy egyáltalán ne is tűnjön föl, hogy a csávónak valószínűleg már nagyon súlyos kizofrén epizódjai voltak, már legalább nagyjából tíz éve, mikor ez így konkrétan úgy mindenki számára nyilvánvalóvá tudott válni. Hogyha ezen faktorok közül legalább az egyik nem lett volna, akkor valószínűleg sokkal korábban észrevették volna rajta. Egyébként te azt szokták magyarázni, ezt nekem egy pszichiáter mondta, hogy régebben úgy is hívták a, a skizofréniát, hogy az egy matúra betegség, ugye, hogy érettségi betegség, mert általában tök fiatalon jön ki. Tehát, hogy általában pont 18 év után plusz-minusz 1-2, tehát 20 kevés évben szokott kijönni a leggyakrabban, és ez a NES esetében is így volt. Ez utólag már teljesen egyértelmű, hogy így volt, csak akkor még így ezt így senki nem vette észre. De gondolom, hogy akkor még annyira enyhék a tünetek, hogy könnyen, nem tudom, mások azonosítják be, ha egyáltalán ezt, ezt beazonosítják, és akkor már csak akkor... Igen, az adott helyzetben nem tűnt föl senkinek, nem? tehát egy ember... Hát... Igen, ez igaz, viszont a tudomány szerint ezt megelőzheti egy depresszió is. Tehát lehet, hogy, hogy más embernek mondjuk 20 éves. Vagy stressz. Igen. És az itt is, itt is benne van, nem? Hogy... Tehát lehet, hogy valami trigger hozta ki ezt nála ilyen szinten. És a film is, mintha erre vinne minket, mert látjuk, hogy milyen iszonyú nyomás alatt van, hogy neki produkálnia kell valami tudományos eredményt, különben nem fog ösztöndíjat kapni. És bizony-bizony én is ismerek olyan sztorikat, hogy egyértelmű, ami triggerelte ezt a sztorit, én, én ismerősi körömben is van ilyen, több is egyébként, az egyetemi stressz, Ez pontosan ilyen helyzetek, és ráadásul itt. A... De nem feltétlenül egyetemi stressz. Nem, én például nem, olyanról tudok, is. aki mondjuk egy egy üzleti útra kiment Tokióba, és valahogy ez a nagyvárosi ilyen, ilyen kulturális stressz, meg sok sokhozta ki belőle hm, ugyancsak nahat. ezt a skizofrén epizódot, tehát Igen. biztos, hogy van valami trigger, és mondjuk lehet, hogy neki meg volt, hogyha már erről beszélünk, lehet, hogy ő csak ilyen depressziós volt, tehát lehet, hogy amikor volt egy olyan, akkor elment mondjuk, elvonult három napra, tökre nem foglalkozott vele senki, mert hogy lehet, hogy alkott, de hogy lehet, hogy akkor ő egyébként nagyon nem volt jó, és kb. ez a ágyból fölkelni sem tudott, és csak vegetált három napig, de utána kijött belőle, mert ugye az is jellemző a szkizofréniára, hogy hullámokban van. Tehát Persze főleg a bipoláros, ugye, ami, aminek pedig vannak ilyen nagyon-nagyon föntlevő szakaszai, és ja, nagyon Ja, most a depressziót mondod. Igen, igen, igen. Ja, igen, igen, igen. Bipoláris depresszió, igen, igen. Értem, hogy ez is egy trigger lehet. Egyébként az is érdekes kérdés, persze, hogy, hogy genetikai meghatározottsága is van valamelyest, csak kell hozzá a trigger is, de például Nesnek az egyik fia egyébként skizofrén volt, és azt hiszem, hogy öngyilkos is lett. Ugye ez elég szomorú sztori. Ez egyébként nem, nem szerepel a filmben. Mert hogy, mert, hogy több, több gyereke volt a filmben, csak egyet mutatnak be, hogy jól megszek, de amúgy más, más, más nőtől, hogyha jól, jól műszak. Igen, elvált. Így van. Tehát voltak ott azért csavarok ebben az életútban, ami... Tehát a filmnek volt egy sztoria, amit el akartak mondani, ez érintőlegesen néhány ponton kapcsolódott a valósághoz, de azért tényleg itt azért nagy az artistic license. Az Igen, és ez pont én is akartam mondani, hogy maga a film, az, tehát nem egy életrajzi doku, nem teljesen hülyen követi le nes életét, valamit hozzátesz, valamit elvesz, de ettől függetlenül magát, tényleg a, a, a szkizofréniát és annak egy lehetséges ilyen, ilyen megjelenését, azt elég jól bemutatja, ettől függetlenül mondom ezt, hogy én szerencsére, én nem ismerek a közvetlen környezetembe ilyet, de néztem meg, olvastam olyan szakemberrel videót, aki konkrétan a filmen keresztül elemzi meg boncolgatja ezt a betegséget és ők is azt mondják, hogy hogy relatív, igen, igen jól meg, megjelenítették. Egy, egy dolog, ami, és ez nem csak feltétlenül erre a filmre vonatkozóan, hanem úgy általában, hogyha amikor ezt a betegséget Hollywoodban valamilyen módon ezt, ezt, ezt bemutatják, sokszor valamilyen csodabogár, tehát valamilyen szinten valami nagyon intelligens, vagy valami, még valamit így hozzátesznek, hogy ez a meg nem értett zseni, és akkor mellette még ez a betegsége. De ez fontos ugye, hogy ez, 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 ez nem feltétlenül van így, tehát hogy ez, ez, a, ez, a, ez a betegség, ez így nem válogat, tehát hogy nem feltétlenül van mellette, nem tudom, mindenkinek szupermagas, hagyományos ikuja, ez, 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 nem így működik. Például, amikor látjátok, van az a jelenet, hogy ugye már a felesége viszi neki a gyógyszert, amikor már egyszer ben volt az M is, és az is szerintem jó volt, hogy akkor, amikor ugye elrakja a gyógyszert, és akkor újra jön a, az ügynök, és utána újra elkezd kutatni, és utána ugye rájön a, felesége is, hogy az a, az a csúfni, vagy garázs, az egy ugyanolyan ilyen és elmélet gyártó kabin lett, mint ami már előtte a dolgozó szobája volt. És ez is amúgy igaz -e erre a betegségre, hogy, hogy a gyógyszerrel nagyon könnyű, jó elég jól kezelhető, és hogyha az tényleg valaki szedi a gyógyszert, akkor az így hopp, eltűnik. Viszont a gyógyszerek mellékhatása az eléggé negatív, és ezért. Ez még most is igaz, de ez nyilván fokozottan igaz volt a 60-as, 70-es években. Ugye az is durva, amit mostanában szerintem már csak igen korlátozott mértékben használnak, vagy egyáltalán nem, hogy elektrosokkal próbálták annak idején rendszerint kezelni. Én remélem, hogy máshol sem használják, de de az is biztos, hogy. Senem, a maximum. A mostani mostani gyógyszereknek is természetesen vannak nagyon álmosító, leszedáló jellegű mellékhatásai van olyan, aminek az eredményeként elhízásnak indulnak az emberek. Most egy olyan ember, aki az agyából él, tehát tényleg az, az, a fő dolga neki, hogy ő alkot, teljesen érthető az a döntés, amit ott nás meghoz, hogy ő ezeket nem veszi be. Tehát hogyha megeszi a gyógyszereket, akkor csak árnyéka önmagának, de hát akkor viszont persze jönnek, a, jönnek az újabb és újabb haluk, amik persze nem engedik el. Szóval ez nagyon érdekes, de az is csodálatos, hogy ő az elméjével a film szerint legalábbis felülkerekedik ezen. Ugye neki pont azt kattam be, és lehet, hogy ehhez kell amúgy John lenni, vagy, vagyis valamilyen értelemben Zseninek, hogy, hogy azt kattam be neki, hogy hoppá, várjál, várjál, ezek nem öregednek, ezek ugyanúgy néznek ki. Hát ugye a kislányról jön ez be, a szobatársai kislányáról. Persze, mindig van egy bonyolultabb magyarázat, tehát a paranoid elme az úgy működik, hogy persze erre is lehet, hogy kapnak egy olyan szérumot, hogy ne öregedjenek, vagy a földön kívüliek adják neki. Tehát mindig lehetne egy bonyolultabb megoldás. Érdekes, hogy ő valahogy ebből a spirálból mégis ki tudott ott lépni. Na ez, ez nekem is számára olyan megdöbbentő, és egyszerűen tényleg, hogy, hogy a racionális gondolkozással, meg logikával az ilyen, az ilyen téveszméken felül tud kerekedni. Tehát, hogy ez, ez megdöbbentő, ez a küzdelem, úgymond a, az, az, az énnek, meg, meg, a tudatalattiának, hogy, hogy ez, ezzel így is, így is, meg lehet küzdeni, ez félelmetes volt. És de minden azon én azt az infót találtam legalábbis, hogy ebben sem teljesen pontos a film, mert hogy minden igaz, akkor ne a 70-es években valamikor abba hagyta a, a gyógyszerek szedését. Míg ezzel a filmben ugye ott egyszer egy részből, a, a, a Nobel-díj átadás környékén mondja, hogy, hogy újabb vagy más gyógyszereket kezdett el szedni. Szóval ezzel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy nem teljesen pontos a, az ábrázolása. Igen, de az is benne van a filmben, amikor magától leáll. Ugye, csak akkor vissza, akkor megint jön a baj. Most ugye az... Ó, az nagyon félelmetes amúgy ez a jelenet. Igen. Amit mondtál, Géza. Igen, amikor ugye oh. amikor megy ki, tehát kifut, és akkor ott, mint hogy a fegyvereket fognának rá, és akkor visszakényszerítik, ugye. Igen, meg amikor a felesége megtalálja azt a kis, ja. kis kabinba, és akkor még ott ja. van ugye a, a csecsemő, a kisgyerek is, hogy oh. Igen, és aki majdnem, ja, igen. Tehát elkezdi engedni rá a vizet, és akkor, és akkor már, már, épp, hogy majdnem ellepi a gyereket, és akkor utána a feleségét is meglöki. Ami úgy, úgy van be mutatva a filmbe, hogy ez az ügynök akarja lelőni a feleségét, és ő csak az ügynököt löki el, de végül a feleségét löki el, és akkor utána jön rá, hogy megjelenik a volt szabatársa, meg a kislány is, aki nem öregszik, és akkor megállítja a feleség autóját, hogy nem öregszik, nem öregszik. Egyébként én nem tudtam, miről szól ez a film, mert én 2001-ben láttam, amikor bemutatták, gimnazista voltam, a jelenlegi feleségem akkori barátnőmmel mentünk el megnézni, a korvin moziba. Én nem tudtam, miről fog szólni. És ennek megfelelően, mert tudom, hogy matematikusról, meg ilyesmi, de nem tudtam, hogy, hogy, hogy skizofrén. És emiatt tök érdekes volt, hogy Jól van megcsinálva a film, mert én végig gondolkoztam, hogy most akkor mi igaz és mi nem. Tehát tökre, tökre magával visz ez a dolog, tehát ne, nem lehet tudni. Például pont az, amikor ment a nő e felé, a kunyhó felé, és akkor ugye hallom, hogy szól a rádiós recsegés, és pedig a nő nézőpontjából vagyunk, és ott világít a fény, és, 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 recseg a rádió, és akkor hú, de akkor, és akkor, hogy basszus, akkor ez mégis igaz? Akkor most lesz a csavar? Aztán belép, és akkor kiderül, hogy persze nem, hanem egy, egy táskarádió recseg ott, és, hogy, és ott már, már egyértelmű, hogy ez is csak ideje volt ilyen összeesküvés elméletes barla barlang. Nekem is. A pont, pont ez, az a film legelején, amikor még az első, második találkozása van a, a csajjal, és akkor én azt hittem akkor, hogy ő, ő az orosz kém, a nő lesz az orosz kém, felkiáltása, hát nem, ez nem jött be. De durva, tényleg, de én tényleg most, hogy mondod, nekem is ez volt. És tényleg annyira, annyira beteg és paranoid volt az az ötvenes évek, a hidegháborúnak az eleje, hogy abszolút simán benne lett volna a pakliban. Tehát most ezt minden paranoid skizofrén védelmében mondom, hogy egy ilyen paranoid korszakban, amiben ez a film látszódik, hogy néha a valóság az tényleg van olyan abszurd, mint, mint a leg mint, mint, mint a legdurvább ilyen izé epizód. Mert ha megnézitek, mik történtek akkoriban, meg hogy milyen emberek, hogyan, és tényleg volt olyan, hogy újságokban üzentek, és, és, tényleg ma már ezeket lehet látni, hogy a Stázi Múzeumban például Berlinben ki van állítva, hogy hogyan, mikkel figyelték meg egymást az emberek, hát az NDK-ban ez elhúzódott, persze. Milyen kémelhárítás, milyen módszerekkel dolgozott, tényleg, tényleg, közterjesztésben levő újságokon milyen üzenetek mentek át egyik másik alvó ügynöknek, hogy ezek tényleg voltak. Ez egyáltalán nem tűnik annyira elrugaszkodottnak egyébként, és egy végtelenül intelligens emberről van szó, tehát a mintázat kereső elme, és hát ha elég intelligens vagy, akkor keresel, akkor találsz És Mondta, mondta Géza, hogy nem kell ehhez zsenének lenni, de, de azért segít, nem? Segít, tehát, igen, hogy, de... Hogy az -e... <laughs> de ezt mondom, hogy nekem a ismerős körömben, aki, aki ezzel érintett, ők nem átlagon fölüliek, tehát nem rendelkeznek tudományos fokozattal, és mégis, tehát ott is ez van, hogy ez a folyamatos, a rádióba hallja, hogy, hogy biztos ellenne van ez is, az is, amaz is, ez, ez ennek a betegségnek sajnos a, a velejárója. Meg, meg ez is egyébként nagyon érdekes, tehát a, az én nővérem több, több ilyen beteggel ö, dolgozik, akik, tehát ugye ez, ez valós dolog, hogy az a rész is az is ilyen érdekes, hogy ott van a, a nes szemközszökeiből, ott van a kislány, aki játszik a kis golyókkal, de ő nincs ott, de ő, ő meglátja, hogy ott van. És akkor az orvos kérdezi, hogy most is itt van? És akkor mondja, hogy most is itt van de közben tudja, hogy, hogy azt ők nem látják, és az is jobban van mutatva, hogy ott így ugye szívja a cigit, és látszik, hogy tiszta ilyen, ilyen, ideg, hogy ez, ez tényleg nagyon rossz lehet egyébként. Még a kislányjal kapcsolatban akkor még egy apróság, és ezt az első megtekintés alatt ezt, ezt nem vettem észre, csak már a nem tudom, második, harmadiknál. A film első felére kell gondolni, amikor ott vannak valamilyen parkban, nem is emlékszem, talán valami egyetemi kampuszon, és akkor ott van a és ott van a kislány is, és akkor ott ő csak ott már ott rohangálgat. És hogy a galambok nem, nem repülnek el, hát átfut a galambok között, ott vannak mellette a fűvön, és nem, nem, nem szállnak el a galambok. És hát ez is egy ilyen előre utalás, hogy akkor valószínűleg a lány nem létezik, de nyilván ezt akkor még csak így sejteti a film, de nagyon ilyen kis ö, apró, árnyalt kis utalásra, és hát mellesseg hát úgy... sokat játszottam számítógépes játékokkal, szóval ezen nem akadok meg, hogyha egy... Nem szerep, repülnek el, el. ...szállnak el a galambok. Ja. De... Végül is, hát de ugye, hogyha bagos egy játék, akkor ez, hogy átmegy az ajtón, vagy bele van szorulva a lába a falba, azt És ez is érdekes, hogy már ez nekem nem tűnik föl, tehát... De jó, Na, jó egy... helyen gondolkozom, mert igen, tehát kom kompjúter trükkkel rakták oda a, a galambokat, CGI-ja, és ezért nem repültek el, igen. Ja, azt hittem, hogy ezek be betanított galambok voltak, amire szerették az embereket, <laughs> hogy nem repülnek el értékeljük a filmet nullától tízes skálán, akkor először amit itt kérdezném, hogy, hogy mit értékelni, ugye ebbe ez azért nem, nem egy tudomány, de nem egy skifi. Hát nézd, hát tudomány is van benne, meg fantasztikus is. <laughs> de hát nem, jó, csak nem. nincsen ilyen, ilyen elízum, Nem jönnek az éljenek, és nem rabban lakás senkit, és nincsenek csillagközi csaták. De hát ugye az ős, ős lakóban sem voltak, úgyhogy... Nem hál' Istennek. Igen. Ö, jó kérdés. Én nem tudom, minek tekintem ezt a filmet, de hát az Ellen kategóriában, tehát ha azt science fictionnek tekintettük, ne, de nem tekintettük. Nem, hát, jó, nincs is, hogy mi csak science fiction beszélhetünk ki. Ez egy tíz pontos film nekem, mert meg kell, hogy mondjam, hogy én ezt nem tudom így objektíven nézni, mert nekem ez egy fontos film volt az életemben. Tehát én, én ezt tényleg akkor láttam, amikor bemutatták, azóta is láttam egy csomószor, a zenéjét is nagyon szeretem, Ron Howardnak a munkásságát nagyon szeretem, tényleg az Apollo 13 is, nekem az egyik kedvenc filmem. Szóval, ez is. Úgyhogy szerintem az egyik legjobb film, ami matematikusokról szól, mindenféle pontatlanság ellenére, meg egyébként nekem az is hasznos volt, amit a skizofréniáról tanított a film. Mert aztán később ez hasznos volt nekem, amikor találkoztam ténylegesen ilyen emberekkel, hogy jobban el tudtam képzelni, hogy ez milyen lehet. Úgyhogy ezért is, és filmművészetileg is tök jó utána olvastam el a könyvet, de sokkal utána, tehát még néhány évvel ezelőtt olvastam a könyvet, és akkor persze, ahogy mondjátok, azért nagyon sok mindenre rá se lehetett ismerni. Tehát tényleg itt azért nagyon... Ez a film, ez nem, nem a Nes él. Tehát ez körülbelül annyi köze van a Nes életéhez, mint a, amit mondtunk az Ellen kapcsán is, vagy, a, vagy, vagy az Amadeusz, ami szintén a kedvenc filmem egyike de azért Mozart életrajzát ne abból próbáljuk megtanulni. Hát ez még, kevés, ez még inkább igaz erre. Ez, 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 még kevesebb, itt még többet hozzá költöttek. Ennek ellenére szerintem csodálatos film, úgyhogy 10 pont. Igen, amit mondasz, Miki, azokkal nagy részén is egyetértek. A film azért olyan szempontból igen, hogy nem követi teljesen Nesnek az életét, de ez okés, és ezen túl még a magának a halucinációk halluciná sem úgy mutatja be, ahogy, ahogy azt valószínűleg hogy ne átélte. Inkább, inkább talán ilyen hangokba. Sőt, általában én, én legalábbis amennyire én ismerem ezt a betegséget, legtöbbször inkább ilyen hangok, hangokban jelenik meg, szélsőséges esetben látnak ténylegesen mondjuk személyeket, embereket, de persze ez is előfordulhat. Úgyhogy ebbe egy picit, de nyilván a film forma nyelvéből eredően, nyilván a vizuális nyelv, ez azért érthető az a választás, hogy, hogy konkrét embereket is megjelenítettek és velük interakcióba is lépett. Úgyhogy emiatt én is azt mondom, hogy ez, ez én, nem, én se rónám fel ezt hibának, mert hogy, mert hogy tényleg a betegséget magát azt, azt nagyon jól érthetően, és most ez egy fura mondani, de szórakoztató módon is, tehát hogy mink önmagában, mint filmként is egy teljesen ö, ö, kiváló alkotás, úgyhogy én egy, én egy erős nyolcas simán adok neki, és Reszökró meg wow, szóval egy gladiátor után egy ilyet lehozni, egy ilyen árnyalt karaktert, az így nekem, nekem ez egy nagy meglepetés volt. Igen, én, én, én közelebb vagyok Norbihoz, tehát azért én tízes nem adnék ennek a filmnek, tehát van jobb film, mint ez. Én egy olyan hét és felest adnék neki, mert nagyon jól leírja a betegséget a film, viszont voltak benne azért részek, ami szerintem túlzás volt már. Habár még nem láttam ilyet, de szerintem ez nagyon hollywood hogy hogyha valaki milyen tévképzetekben van. Ne, melyikre gondolsz? Elkezd összefüggéseket keresni, tehát ez mindig úgy van, ez, ez, tök mindegy, hogy sorozat vagy film, ez Hollywoodban úgy van bemutat, hogy van egy szoba, ami tele van rakva ö, újságcikkekkel, és mindenhol rajszögeken keresztül kötni ezt a cérnákat, vagy nem cérnákat, hanem fonalakat vezetve, mint a pókhálót, szerintem ez nem így működik. Én, én azt hittem, hogy de azt fogod fogod mondani, hogy például az autós lövöldözős jelenet, ez sem nagyon <laughs> sok van a film, de mondjuk van egy autós lövöldözős jelenet, azt hittem, hogy arra fogod mondani, hogy az volt egy kicsit hollywoodi diffűszer, ott megment. Az is az volt? Ja, hát az kell bele... Autós üldözés nélkül nem film a film. Az is az volt, de azt még azt mondom, hogy jó, azt, azt ugyanúgy beképzelhette magának. De, de mondom ezt, hogy a, ezt a re realitást akarják bemutatni, és hogy én ezt nagyon nem szeretem, hogyha valami mondjuk valaki elkezdik elkezdi keresni mondjuk a valamibe a kódot, akkor azt miért kell plafonig össze újságpapírozni egy szobát. Tehát ez nekem például ez <laughs> ilyen nagyon, nagyon kommersz. És ez, ez nagyon sok helyen benne van. Tehát ez például a, Melyik volt ez a film, a, terroristás, amit nem, nem régen beszéltünk át, abban is volt egy ilyen szoba, ahol tele volt, és ja, akkor igen, a oda, onnan van húzva egy... Az, az, igen. onnan van húzva egy, egy fonál innen, és akkor azok már egy össze-vissza összeállnak, akkor ez be van karikázva. tehát nekem ezek a részek annyira nem tetszettek benne, de mondom, hogy legyen egy hét és feles. lassan a nem patreonáló verzió vége felé közeledünk, ezért, hogyha valami még maradt bennetek, amit szeretnétek megosztani a filmmel kapcsolatban, akkor azt ne tartsátok magatokban. Én meg a sminkekre, arra, mint a paralaxis keretei között ritkán szoktunk így kitérni, de ugye egész hosszú életét nyomon követjük Nesnek, és ugye a vége felé, amikor már idősebb professzorként az egyetemen visszafogadják per tanít, diákokat is maga mellé fogad, stb. Nagyon, nagyon tetszett, ahogy, ahogy, megöregítették ugye Russell crowe Ma már nyilván ezt, 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 teljes mértékben valamilyen számítógépes trükkel, deepfake, meg, meg mindenféle öregedés, mint az Ír című filmben, hogy láthattuk pár évvel ezelőtt scorsese és szerintem a Péle ahhoz képest is ebben az esetben ezek a praktikus effektek, amikor tényleg olyan, olyan öö, megoldásokat öö, választanak a készítők, amikkel, amikkel így le, elöregítik mindenféle sminkekkel, meg, meg ilyen, ilyen, ilyen protézisokkal, azok szerintem sokkal jobban tudnak sikerülni, és ebben az esetben is az volt, hogy tök, jó jó hozta az öreg verzióját is szerintem Nesnek. És itt a smink, csak sminkkel dolgoztak, vagy volt valami? Én nem, nem tudok arról, hogy itt uh, trükk, tehát hogy utó, utó trükk lett volna benne. Szerintem ez, ez mind, amit uh, a helyszínen praktikus effektekkel lehet tudtak érni. Én még egy dolgot emelnék ki ezen kívül a körkérdésre válaszul, amit most kellett rájönnöm, hogy készültem erre a filmre, az kicsit csalódás, már mint a mai beszélgetésre, hogy megnéztem, hogy van, ez a, többször, kétszer is van a filmben, ez egyrészt fiatalkorban, másrészt meg vele történik, ez az állítólagos ceremónia Princetonban, hogy a tiszteletük elejül tollakat adnak egymásnak. És döbbenten kellett tapasztalnom most így az interneten elmélyedve ebben, hogy hát kérdez, hogy ez a, a Princetoni tollátadós ceremónia, az vajon honnan eredhet, és akkor kiderül, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy ez nem létezik, ezt csak kitalálták a filmesek, hogy valahogy így a testvériségnek ezt az érzetét így közvetítsék, meg az elismerésnek ezt a szép informális gesztusát, amúgy tök jó pofa, meg hasznos is lenne, hogy az ember kapjon tollakat a haverjaitól, amikor elér valamit. Ugye az ember helyett kénytelen konferenciákról összevadászni az ingyen tollakat ha magyar, viszont a lényeg, hogy ez nincs. Ez sajnos nekem egy kiábrándító dolog. Fíj, volt Amíg a Hollywoodi de... gics el tudott élni, ahhoz képest ez egy teljesen visszafogott ötlet, szerintem. És azért már láttunk példát arra, hogy filmekből átvett egy bizonyos, nem tudom, akkor egy, egy egyetem, vagy, vagy, egy, vagy egy ország olyan hagyományokat, amik korábban nem voltak, de egy adott filmben igen, és onnantól kezdve pedig a kultúra részévé vált. És pedig? Tudsz ilyet mondani, Norbi? Ö, egyet tudok biztosan, csak már most nem vagyok benne, melyik James Bond, az új James Bondok közül, talán a Skyfall-ba volt, de ebben nem vagyok biztos, Daniel craig közül, amikor a film azzal nyit, hogy Mexikóban van ez a, hát ilyen nekünk halottak napi Day of the Dead ünnepség, amikor tudjátok, ilyen fekete színű ruhába, és akkor a fehér uh, színezékkel a csontvázat. Dia de los Muertos. Na ez előtt, az a film előtt ez nem, nem létezett ez az ünnepség, vagy ilyen formában ez nem létezett, de onnantól kezdve, hogy a film ez megjelent, uh, azóta minden évben ezt így ilyen hasonlóan ünneplik. És ebből biztos vagy? Hát figyelj, olyan, nem tudom, olyan 80-92 <laughs> Igen. Patronálóink megtudhatják majd a hosszabb verzióban, hogy igaza volt a -e Norbinak, de <laughs> akik nem patronálnak, azoknak a faktjait csek csekkolatlanul itt hagyjuk a rövidebb változatban. Így van. Ennyi fért a non-patreon verzióba lányok, ne felejtsetek el a női dimenziókba jelentkezni. Ezt még egyszer kiemeljük. Ne legyetek restek, és írjatok egy e-mailt a mtvhu ra és csatlakozzatok a Parallaxis világába. Beszélgető társaim nevében szeretném megköszönni a figyelmet. A következő műsor a holnap határa lesz egy 2014-es film, amit május 15-én fogunk megbeszélni. Ne felejtsétek el, hogy az igazság odakint van. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.entv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Orvát Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.